Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra azt, hogy jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, ebben a szomorú időszakban a Biblia, a hitem, a jó Isten segített, így találtam meg a lelki nyugalmamat, és annak idején jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc úgy mozdult ki, mint egy inga, és kaptam szavakat, mondatokat, azon kívül bizonyos gondolatokat, ami nem az én saját gondolatom volt, hanem ezt kívülről kaptam. Azóta megkérdezem újra és újra ezt a forrást, tehát több mint 20 éve. És ez, amit mutatok nektek, persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes üzenetet a Bibliából, amit én nem tudok befolyásolni, tehát azt közlöm, amit én így kívülről megkapok az égi hatalomtól. A díjam mint egy energiai egyensúly 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mi a mai üzenet. Persze ez mindig akkor aktuális, amikor nézed ezt a videót. Te a kezedbe veszed a kulcsot, intézed a dolgokat, és itt kinyílik hamarosan számodra egy új lehetőség. Nehéz időszak van, hiszen háború van, de ez a háború befejeződik. A közeljövőben lesznek fontos döntések. Titokban már most is vannak béketárgyalások. Egy csoda fog történni, hiszen béke lesz, ami megmarad. Most ügyelj az anyagi helyzetedre. Vannak még kiadások, van még szomorúság, de javul a helyzet. Valami vagy valaki közeledik hozzád, és kitisztul valami. te szeretnél valamit elérni, valamit vásárolni vagy megrendelni, ezt a lépést megteheted. Megvan erre a lehetőséged, hogy te ezt megvásárold. De azért ügyelj az anyagi dolgokra. Egy barátság visszatér hozzád, de más lesz a helyzet, mint a múltban. Akkor is, ha van még nálad szomorúság, vagy vannak még nehézségek, valaki segíteni fog neked. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!